Újabb fejlemények a rákbeteg lányról, nevem Bojtó Zoltán, és 2011 óta foglalkozunk ganoterápiával. Korábbi videómban már említettem egy Szegeden élő fiatal lányt, csak a tévedések elkerülése véget, ő nem gyerek, ő egy felnőtt fiatal lány, akinek 5 különböző szervében volt áttét, és ezért az akadémikus gyógyítás, bárhogy is szépítjük, lemondott az ő gyógyításáról, és hazaadták. Ekkor kezdte el szedni a ganocéliumot a GL port, a DXN-től, naponta 2 kanállal, és a 2 legkisebb daganata visszafejlődött. Most ott áll a helyzet, hogy az orvosa faggatja, hogy mit szed, hogy ilyen jó a vérképe, és úgy döntöttek az onkológusok, hogy mégiscsak volna értelme valamiféle biológiai terápiának, amiről nekem fogalmam sincs, hogy micsoda, állítólag nagyon drága, és csak úgymond prominenseknek engedélyezi a TB, vagyis hát fizeti a TB ezt a kezelést. Sajnos odáig nem jutottak el, hogy nem tudják, hogy mit szed, de látják, hogy nagyon hatékony és nagyon hasznos, hagynák a fenébe békébe, hogy hadd szedje tovább azt, amit eddig, hiszen gyógyítja, hiszen javít az állapotán. Nem tudom, most itt áll a helyzet. Szeretném leszögezni, hogy még nem pipálhatjuk ki, hogy na, őt is megmentettük. Ez egy pillanatnyi állapot. Én azt gondolom, hogy ez egy újabb bizonyíték annak, hogy igenis az nagyon jó, amit a ganoterápia tud a daganatra ajánlani. Ha ez valakit érdekel, akkor keressen meg, és biztosan tudunk neki is segíteni.